2000 évvel ezelőtt Zhuangzi, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban, mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavartam vagyok. Lepke, mesélte. Igen, lepke voltam, és az a lepke vigantán volt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi, és felébredte. És most nem tudom, folytatta eltűnődve, hogy mi az igazság. Ki lehetek, hogy Zhuangzi álmodta a lepkét, vagy a lepke álmodik engem. Én jót nevettem. Ne tréfálj, Zhuangzi, ki lennél? Te vagy, Zhuangzi, tehát. Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott. Én vállat vontam, de aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény, azt, hogy Zhuangzi álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én. Várj egy kicsit, én is
Erről a tojás, utána Berengár király, ő utána a félbicikli, aztán Jézus Mária Szent Józsefi és Bertolt Brecht, utoljára takarító Kirilli, a szemüveges asztali tenisz világban. Mennek, jelenek. Mennek, egy szó is ezt szólnak. Még ma is mennek. Spanyol tánca következik a diosztályból. A műsorszámot betanította Lívia.